Egykor botrány színésznek tartották, akinek jellemzően egy másik botrány színész, Latinovics volt talán a legjobb barátja. Ma már persze tudható, hogy vele kapcsolatban is egyszerűen csak érvényesült a régi orosz komédia címe, az ész bajjal jár. A bajok időközben tulajdonképpen el is tűntek, és maradt egy megbölcsült, fiatal, 55 éves színész, Cserhalmi György. Semmi. Rossz. Nem túl jó. Lehetett volna rosszabb is. Hát, nem sokkal. Az baj, nagy baj. Felmegyek panni, az biztosan lesz. Frászt, nem megy sehova! Ne ordítson. Tudom, hogy mit akar, tudom. El kell nyitni Pannitól az a rohagy végerasok. Nem bízom, nem kell, soha az életem veszem. Hülye, maga hülye! Maga hülye! Dagoljanak meg! Elegem volt ebből az egészből, elegem! No. Dagoljanak meg! Te nem mondod fel, Panni. Nem. Nyilván megkunyászkodtam, tudja azt maga. Drágább a rongy életem? Persze, hogy drágább, hanem menjünk haza, jövök én. Márta! Vendégem Cserhalmi György, akitől, ahogy lenni szokott, önök is kérdezhetnek telefonon. A szám, amin elérnek bennünket, de már biztos tudják, 06 30 30 30 8 48. Jó estét, szervusz. Jó estét, szervusz. Mi ez a gőg régi önmagaddal szemben, hogy te gyakorlatilag soha nem nézed vissza a régi filmjeidet, vagy az alakításaidat? Talán nem gőg, talán praktikum. Nem tudok már rajtuk változtatni. Az nagy fájdalom, hogyha valami nem lehet változtatni. Az most már úgy marad, az az arrivónak a hartaléka. Hát az ember az alamaximalizmussal él, hogy mindig változtatni akar. Egyszer úgy alakult, az egy kimerevített pillanat, aztán ott van. Ezért nem nézem vissza. Nem vagy kíváncsi, hogy mennyivel voltál mondjuk jobb vagy rosszabb fiatalon? Nem, arra nem vagyok kíváncsi. Mire vagy kíváncsi? Egyáltalán visszaolvasod a kritikákat, érdekelnek a barátok. Szóval ki az, aki neked még számít, vagy aki mondjuk a véleményedet befolyásolja, akár önmagaddal kapcsolatban is? Egy időben nagyon sok ilyen ember vett körül. Szinte azt mondhatnám, hogy abban a színházból voltam, ez mondjuk nevezzük most Katona Józsefnek, vagy Új Színháznak, mindenki számított, mindenki véleménye számított, és nem csak a véleményük, hanem hát az alapos kritikájuk is számított. Ma ezek az emberek ismert okok miatt szétszóródtak. Szétszóródtak, vagy már nincsenek? Egy részük nincs, ez való igaz, elköltözött más vadászmezőkre. Más részüket pedig, hát maga, ahogy szokták mondani, az élet. Uh-huh. Tehát elmaradtatok egymás mellől? Hát mert az a erő, ami minket összetartott, az a fajta, mondjam azt a nagy képű szót, hogy szellemiség, vagy gerinc, vagy morál, az onnét elkerült. Elhajtották onnét, Székely Gáborról van szó. És hát nem, hát most a főiskolának a rektora, vagy nevezzük akadémiát. Ja, az Új Színházról beszélsz, tehát amikor őt onnan menesztették, akkor ti 16-an továbbálltatok, ugye? Nekem tulajdonképpen ott húztam egy vonalat, hogy körülbelül mit ér a szakma és mit nem ér. Tehát mivel érdemes együtt haladni, és mivel már nem érdemes menni. Azt mondogatod, nem vagy művész, csak iparos, de ha ez így van, akkor mit mondjunk azokra a, nem tudom én, kontárokra, akik iparosnak képzelik magukat? Mondjuk azt, hogy kontár, jó. De te kimondod? Tehát te kategorizálod akár a saját fajtád belit? Nem, én azért ócsárolom mindig magam, vagy saját magamat, hogy vegyék már észre mások, hogy ehhez képest az ócsárlás, tehát ez egy gőgből, vagy kivagyiságból fakad, ehhez az ócsárláshoz képest, ők akkor hol vannak, akik nagyon földicsérik magukat adott pillanatokban? Hát az biztos tudod, gyakorlja, hogy ez nem így szokott lenni, tehát aki magát földicséri, vagy aki mondjuk nem hozzád képest határozza meg önmagát, az soha nem lesz képes belátni, hogy hozzád képest, vagy mondjuk azokhoz képest, akik valóságos színészek. Milyen? Ezt a kérdést eszem föl én is mindig, amikor elhangzik valami. Például egy ilyen kérdés, amit te tettél most föl nekem, hogy mihez képest? Hát én önmagamhoz képest tudom meghatározni magamat, hiszen magamat ismerem legjobban. Jó, nézzük innen. Te milyen vagy, mint színész? Azt hiszem, egy időben fontos színész voltam. Most vagyok egyfajta színész, akivel nem tudnak mit kezdeni. De jó színész vagy a saját értékrended szerint? Vagy kiváló színész? Én azt gondolom, hogy vannak esetek, amikor én vagyok a világ legjobb színésze, és ugyanazon az estén előfordulnak pillanatok, amikor csapnivaló vagyok, és nézhetetlen. 1990-ben kaptál Kossuth-díjat, ha jól emlékszem, és
furcsa előzménye volt ennek a Kossuth-díjnak, ugye 89-ben a televízió lépcsőjén te mondtad el az akkori ellenzék által összeállított új 12 pontot, mit követel a nemzet. Na most egyrészt majd fogom kérdezni, hogy mi lett ebből a 12 pontból, tudod, mit maradjunk itt, mi lett ebből az új 12 pontból? Azt hiszem, hogy ebből semmi nem lett, hiszen ti szálltuk a levét mai napig is leginkább. Mi? Hát te igen, nem? Hát. Te is itt élsz. Élni élek, de nem vagyok ebben a világban. Az az új 12 pont, én már nem emlékszem, csak a televízióra vagy a nyilvánosságra vonatkozott? Általában a szólásszabadságra. Azzal kezdődik, ugye, mint a hagyományos, tehát a 48-as. És akkor elkörüli mindenféle hiányosságokat próbálta ez a 12 pont pótolni, legalábbis jelszavak szintjén. És akkor aztán, amikor úgy kialakult ez az egész rendszerváltás, copyright magamtól, gangsterváltás. Igen, ezt így szoktam, hogy rendszerváltás egyenlő gangsterváltás? Igen. És akkor... Ez egyébként nem csak poén, hanem így is gondolod. Ez halálosan komolyan így van, uram. De miért? Hú, de sok felé kanyargunk itt, de majd igyekszem fegyezni, hogy mit veszítettünk el útközben. Szóval rendszerváltás, gangsterváltás? Hát rögtön az első pár év ezt bizonyította. Ez az úgynevezett spontán privatizáció, ez maga már a gangsterizmushoz vezetett. Szóval ott már nem lehetett mit kezdeni normális törvénytisztelő embernek. Sok köze ehhez nem volt. Legfeljebb oldalt fordult, és azt mondta, akkor inkább maradok szegény, egyébként is az vagyok. Tehát nem akart ebben részt venni. Viszont voltak, akik akartak. Politizálsz te egyébként a magad módján? Durván, kocsmai módon, és nem hivatásszerűen természetesen. De hol, milyen közegben? Otthon tévét nézel, vagy vannak azon a településen barátaid, ahol élsz? Hát mindenekelőtt ugye ez a színházi társalgóval zajlik. A telefonon szeretek legjobban politizálni a barátaimmal. Az nagyon jó. Egyrészt ez nem egy olyan alkalom a telefon, ahol egymás szabába lehet vágni, és el lehet vágni valamit, mert végig kell hallgatni, nem látom a szemét, nem látom a gesztusait. Tehát azért meg kell értenem a testbeszéd hián is a mondani valót. Az eddig volt 4 kurzus, mindegyikét lesújtó véleménnyel vagy kritikával illeted? Mondjuk az én véleményem nem érdekes, ezzel mondjuk tisztában vagyok, de azt gondolom, hogy olyan sok mindenre nem lehetnek büszkék. Nem lehetnek büszkék kik? A politikusok? Maguk a politikusok, igen. Vagy politikus hölgyek. Tudják ezt ők? Ők? Hát mostanában úgy fogalmazzák meg önmagukat, ugye, hogy az egyik kutya, másik ebb. Már hogy önmagukat is így? Ezt nem igen, hallottam hogy ennyire önkritikusak lettek volna. Hol hallottad de nem, nem önkritikából mondják, mondjuk Rogán Antal például az egyik, aki valamelyik reggeli televíziós műsorban, hogy nem szeretnénk, hogyha az ország egyik fele azt mondja, hogy ez meg kutya, a másik fele meg azt mondja, hogy ez meg ebb. Pedig ezt mondja? Hát pedig ezt mondja, igen, mert Lenvai Ildikó ugyanerre hivatkozott. De a kutyám nevében mondom, akkor inkább mondják azt, hogy az egyik 19, a másik meg egy hiány 20. Hány kutyád van? Most csak egy. Egy? Na de onnan kanyarodtunk el, hogy tehát 89-ben ugye te mondtad el ezt az új 12 pontot ott a tévé lépcsőjén, aztán 90-ben Kossuth-díjat kaptál. Nem tartottad ezt egyrészt kicsit késeinek, másrészt pedig alkalmatlan pillanatnak ahhoz képest, hogy előtte te politizáltál egy évvel, vagy beléptél a politikai aktivisták közé, és hogy ez juttatott eszükbe téged, mint művészt? Dehogy nem, hát egyetlen egy felmentés van az egész dologban, hogy a Székely Gábor fölhívott engem telefonon, akkor ő a Kossuth-díj bizottságnak a tagja volt, és azt mondta, hogy hát Gyuri, megkaptad. És akkor azt gondoltam, hogy én egy szakmai grémiumtól kaptam meg. De közben, ahogy mondod, hát ezért az agyamban zajlanak az események, és hát nagyon sok csúnya kritika is megfogalmazódott az én Kossuth-díjam körül. Többek között ez a feltevés, hogy valószínűleg a buzgalmárságomért, a politikai buzgalmárságomért kaphattam én ezt a Kossuth-díjat. Ezen eltöprengtem, úgyhogy megvártam a kellő pillanatot, amikor találok egy méltó embert, és fogtam magam, és megszabadultam ettől a Kossuth-díjtól. Hogy érted? Odaadtad valakinek? Odaadtam az én Bachmann Gábor barátomnak, mert azt gondoltam, hogy ő egy kiváló építész, és igazából, hát, hogy úgy mondjam, még csak vállon se veregett ez az ország soha egy pillanatig se. Ezt hogy érted? Ott volt nálad vendégségben, oda nyúltál a vitrínhez, és március 15-én felhívtam telefon, és azt mondtam, Gábor, a Borlabor című kocsmában egy kis ünnepét szeretnék neked. A Borlabor ott van? Alattam. Kék úton? Nem, ez a Verespáni utcában van, reklámhely. és szeretettel várlak a feleségeddel. És akkor megjöttek, és akkor én ezt szépen átadtam. És ugyan volt, így átadtad a Kossuth-díjat? Igen. Pénzt is mellékeltél hozzá? Az nekünk nincs, de nem is szükségeltetik.
Azt gondolom, azt hozzám vágta volna. Hogyha történetese lett volna 4 millió forint, akkor Nesze Gábor itt van, az biztos, hogy pofába kenni. Előtted egyébként, hogy csak kicsit beavatódjunk az értékrendetbe, ki a nagybetűs, az igazi művész? Van Gogh. Mondj egy kicsit közelebbi, tehát akár mondjuk a színház világából és a magyar színház világából. Hát Kabos Gyula feltétlen. Szóval ő aztán, ahogy mondják, a pofába menően, pofába vágóan kiváló színész. Egészen más módszerekkel és technikával alatt a Bár Kálmán. Megesküdtem volna, hogy legelsőnek Latinovicsot fogod mondani. Most jön Marlon Brando, Cibulski. Hát, és akkor azt mondanám, hogy mindenek előtt a Zoli. Neked ő például nagyon hiányzik, vagy beépült valamilyen olyan hátsó tudatodba, ahol jelen van, de nem gondolsz már sok tekintetben rá? Annyira jelen van bennem, hogy például őt sem nézem meg. Hogyha jön a televízióban egy történetesen valamilyen archivált anyag a Zoliról, akkor én azonnal kimegyek a szobából. Attól tartasz, hogy korszerűtlennél lett az idők során, vagy mitől? A fenét. Nem, egyszerűen nem bírom, olyan ideges leszek és remegni kezdek. Nem bírom hallgatni. Egyszerűen kijövök. De hogy lett konszert, hát fantasztikus az a pasas ma is. Korábban ugye különc léted, de csapatokban voltál, mert hogy katona, nemzeti, aztán új színház, mint mondtad, csak pár éve vagy magánzó. Most régebben ez azt jelenti, hogy eltűrtek, most meg nem, vagy te voltál alkalmasabb erre a társas létre egy korábbi életszakaszodban? Hát én tulajdonképpen én csapatokban szerettem dolgozni. Most bármennyire is arról szól a fáma, hogy én egy magányos farkas lennék, és ilyen külön utakat járnék, ez nem igaz. Én mindig csapatban dolgoztam, általában a sikereimet is ott értem inkább el. Tehát nem lehet képzelni a filmezés csapat nélkül, a színház legalább ugyanilyen erős csapat. De most te vagy csapatban? Hát hogyne. Tagja vagy a Radnótinak? Ez most egy tévedés volt a részedről, mert én a Radnóti Színháznak szerződő tagja. Más dolog, hogy keveset játszom. Ilyen szempontból igazad van, föl se tűnik, hogy én a tag vagyok. Azt nem mondanám, hogy föl sem tűnsz ott, de minden esetre nem úgy, mint a színház meghatározó művésze. Ez miért van így? Sok vagy oda, más kell oda? Valószínűleg már nem vagyok meghatározó művész. Mondjuk azt, hogy, mert hogy nem, azt gondolom, hogy meghatározó színész vagyok. Ezt milyen lelki nyugalommal mondod? Hát azért el nem képzeltem volna még akár 2 évvel ezelőtt sem, hogy te ezt így kimondod, hogy valószínűleg már nem vagyok meghatározó. Én már 10 évvel ezelőtt is kimondtam ezt a szót. De hogy tudod ilyen nyugodtan tudomásul venni, hogyha ezt nem hatás kedvéért mondod, hanem komolyan gondolod, és azt hiszem, hogy komolyan nem gondolod. Nem olyan fontos dolog meghatározó színésznek lenni Magyarországon. De miért mondod? Hát mitől lenne ez olyan fontos? Nem fontos a színészet, nem fontos a színház? Dehogy nem. Azért csinálom. Legalább 5000 évesek ilyen tekintetben a gyökereim. De azt nem hiszem el, hogy meghatározó emberekre van itt ilyen tömegében szükség, ilyen nagy karizmákkal rendelkező rohamosztagokra. Hanem? Hát azt gondolom, ami egyre inkább hiányzik, következetes, és most tényleg nagyon nagy képű leszek, következetes, kőkemény szikármeló. Ez pedig nincs. Na várjál, hát ti vagy te, aki meghatározó tagja voltál ennek a műfajnak, tudtál kőkemény szikármelót is végezni arról. Igen. Tehát a kettő nem zárja ki egymást. De ma nincs, ezt mondom, hogy ma nincsen kőkemény szikármeló. Jó, nincs igény erre? Hát van 2 hónap adva egy próbára, és tudod, jó, hogy nem készülsz el. Nem lehet elkészülni 2 hónap alatt, mert a színdarabnak is meg kell lenni, a viszonyoknak is meg kell, és plusz neked is meg kell lenni. És akkor még ezzel együtt minden, és akkor még a nézőtérnek is valahogy meg kéne felelni. Hát az embernek olyan nagyon nagy kedve nincsen kimenni egy premiéren, és eljátszani egy darabot. Egy hónap múlva igen, akkor már megy a dolog. Régen ez így volt? Régen is azért meghatározó időszak alatt kellett valamit a színpadi állapotig juttatni. Általában több idő volt erre hagyva. És én el voltam kényeztetve ilyen szempontból, mert amikor átvették a Gáborok a Nemzeti Színházat, akkor azért 3 hónap próbaidők voltak. De volt olyan próbaidő a katonában, hogy 1/2 évig próbáltuk például a Coriolanust. Igaz, hogy betegségek és külső okok miatt. Nem lehet, hogy inkább azzal van baj, hogy a világ egy egészen másfajta értékrendszerén működik, mondjuk a mi szűkebb világunk, amiben élünk Magyarország. Én nem tudom. Ezt nem látod? Ezzel nem tudok foglalkozni. Én azt látom, hogy nincs értékrend. Azt mondják, hogy más értékrend van. Hát én ilyen finoman fogalmaztam, de nem voltam ilyen bátor, erre gondoltam. Azt gondolom, hogy az nincsen. Tehát még mindig van ez a
19. századból itt maradt kultúra, amelyik így úgy működteti a 20. század is, és most elkezdi valahogy a 21-et, tehát megpróbálja kikoptatni. Csak hogy személyeskedjek egy kicsit, én a Svábi Lajos képeit jobban szerettem, mint a Svábi Andrásét. Egy családból van a két ember. Most nekem az a 19. századi kép, amit a Svábi Lajos a 20. századba fest, jobban tetszik, mint a Svábi András 21. századi televíziós képei. Ez egy ilyen finom kis levezetése a dolgoknak. Mm-hmm. Olvasom a veled készült interjúkat, és azt tapasztalom, aztán vagy igazat adsz, vagy nem, hogy hihetetlenül bölcsülsz. Tehát nagyon ilyen gondolkodóvá lettél. Ez valószínűleg a vidéki magányod hozza létre. Sokat olvasol? Hát csípadért. Csípadért? Hát erről van szó főleg, hogy az ember csípi már a dér, és akkor már nem ledér. Hát, na de komolyan. Hát komolyan. Nincs nekem semmi közöm. Nem szeretem ezt a bölcsességet. Ez valahol közel van a cinizmushoz, közel van a gyerekkorhoz. Szóval a gyerek a bölcs, ő a bölcs, mert kikaparja magáét. De megnyugodtál, vagy boldog lettél? Akkor inkább így kérdezem, talán így egyszerűbb választanod. Hát, én nagyon-nagyon szeretném hinni, hogy én egy példamutatóan boldog ember vagyok. De tényleg így van? Ezt én halálosan komolyan a szemedben nézve mondom neked. Szoktál te hazudni, szembenézve? Kénytelen vagyok. Néha kénytelen. Milyen helyzetben vagy kénytelen? Hát, mikor azt kell mondani valamire, hogy tetszik. És te kimondod arra is, ami nem tetszik, hogy tetszik? Van, mert... Ne okozzál csalódást. Nem, mert van, akkor azzal ölnék néha, és azt nem szeretnék. Aha. Van még indulat benned időnként? Hajjaj, igen. Tényleg? És ki is éled? Nem élem. Tehát adott pillanatban... Így dumába kiélem. Szóval akkor aztán anyázok, és mondom rendesen. Van, és ezt azért gyakorlatilag minden nap ki is hozzák az ember. Milyen helyzetben? Például múltkor ugye azt hallottam a televízióban, hogy megjött az új budapesti rendőr főkapitánya, vasprefektus, ez is olyan, mint egy Móricz regényből lépett volna ki, ez az egész vasprefektus, milyen hülyeség ez. A neve is egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen betyárvilágból maradt nő, Gergényi, és akkor ezt mondja, hogy nulla tolerancia. És gyakorlatilag a maga módján összefoglalja egy ország mai állapotát. De hogy ő benne semmi tolerancia nincs semmi iránt, na ez egy kicsit kihoz a sodromból. És akkor szentségelsz a tévé előtt? Akkor mondom, hogy az emberek miért nem gondolkoznak, mielőtt kimondanak valamit. Azt mondja, hogy Fusé az ő példaképe. Most akkor két dolog van, hogy vagy otrontói herceg akar lenni, akkor beszélgetnie kell, úgyis most magyar a származású a belügyminiszter Franciaország, hogy intézze el neki. Vagy pedig a világ legmocskosabb és legócskább titkos rendőrségét akarja létrehozni, abból pedig nekem már elegem van. Uh-huh. Az a falu, ahol élsz, ugye Budapesttől 180-200 kilométerre van, Kékkút. Miért éppen Kékkutat választottad? Azért, mert én gyerekkoromat Réfülöpön töltöttem, az légvonalban 8 kilométer. És mint szoktam mondani, Réfülöp megtelt. Mennyire része az átváltozásodnak Kékkút? Tehát mit ad hozzád, amit Budapesten soha nem tudtál elérni? Az nem itt kezdődik. Szóval én nem akarok nagyon visszamenni, és azt gondolom, hogy nem is vagyok túl érdekes. Tehát azt mondom, hogy New Yorkban ott éltem fél évet, és egy nagyon pici embert láttam. Él ott 8 millió ember, és ott láttad a 8 millió egyediket, az is zárójelbe. És akkor azt gondoltam, hogy én nem akarok Pesten élni, hanem egy olyan pici közösségbe akarok élni, ahol vagyok valaki. Én vagyok a 74. bejelentkezett polgár, de én mindenkit név szerint ismerek, engem is ismernek név szerint, megsüvegelem őket, ők is engem, egy boltba járunk, egy kocsmába járunk. Tehát szereted átlátni a saját közegedet? Én ott rájöttem, hogy ott hogy semmit nem látok át, Pestet kaotikusnak tartom most is, vagy Budapestet mindenféle szempontból, és azt gondolom, hogy ott igen, ott amire kíváncsi vagyok, azt én ott átlátom. Te is onnan nézvést más a magyar valóság, mint mondjuk Budapestről, amikor te még itt fontos voltál, akár a saját szemedben is? Hát hogyne. Múltkor megint csak az indulatról, ugye egy pár mondat erejéig, ugye itt volt ez a... És hogy van az a gerinc történet tudod, a televíziókban? Egyik reggeli adás, politikai, kulturális maszlag. Megjegyzem, zárójelben túl sokat nézel televíziót. Igen, sokat nézek, főleg reggel. Nem kéne ennyi. Orvos még nem mondta? Nem fordulok, nincsenek olyan bajai. Általában műtenek, nem vagyok beteg, csak sérült. De lelkileg szóval? Nem vagyok sérült. Szóval ott volt egy gerinces ember a műsorban, arról volt, hogy való világ.
És volt a gerinces ember, ez a kertész Mityu fölállt és kiment az élő adásból. És ott maradt a másik két ember, akiknek szintén van nevük, az egyiket azt hiszem Réz Andrásnak hívnak, a másikat meg segítse, Hankis professzor úr. És hát ugye azt bizonygatták, hogy aki nincs a tévében, az nem is él, az nem is létezik. Most én tisztelettel azt mondom nekik, hogy nehogy már eljöjjenek az én közegembe, és azt mondják, hogy hé, Józsi, maga nem létezik, mert nincs a tévében. Mert először azt mondják, hogy jó van, öreg, menjen haza, aludja ki magát. Másodszor meg kap egy akkora moflást, hogy nem fogja tudni elmondani a kórházba a kezelő orvosának, hogy ezt egy nem létező embertől kapta. Jó, de azért ezt, hogy mondjam, némi distinkcióval használta, véletlenül láttam ezt az adást, ugye ez arról szólt, hogy ma csak az számít, és ezt ők idézőjelben mondták szerintem, tehát már maga a helyszínről távozott író is, mintha félreértette volna, vagy legalábbis nekem ez volt a gyanúm, hogy ma valóban, de ironikusan mondták, az számít, aki a tévében megmutatkozik, legalábbis azok közül, akik olyan műfajokban fordulnak elő, amely műfajokat egyébként korábban szélesebb kör igényének megfelelően gyártottak, úgy, mint színház, film, vagy nem tudom én. Szóval szerintem az egy félreértés volt. Na mindegy. Hát nézd, hogyha én egy olyan félreértést követek el, hogy abból, hogy nem létezem, mert nem vagyok a televízió, elfelejtek adót fizetni, vagy telefonszámlát, akkor az jó következmény. Akkor az jó következmény. Ki a te társaságodott, Kékkuton? Kivel jársz össze? Hát elsősorban a feleségem a társaságom, a gyermekem a társaságom, a lánygyerekem, a fiú nincs. Hány éves a gyerek? 28 lesz most, szeptember 17-ig. És ő valami műfaji, vagy műfajhoz közeli pályát választott? Hát ő filozófiát tanul. Ó, hát értem már, a gyerektől tanulsz mindent, bocsánat. Hát ez már így van több mint 10 éve. Igen, filozófiát tanul? Hát igen. Arról mit mond, hogy mi ennek az értelme Magyarországon filozófiát tanulni? Ja, ő azt mondja, hogy egy évszázadban egy születik, az is minek szóval. De ettől függetlenül marhára érdekli ez a téma, és nagyon benne van, és én belelestem most az indexébe, igen, igen, jó eredményei vannak. Te is úgy éltek ott, hogy mondom, azt látom, hogy tévét, vagy hallom, hogy tévét nézel, de ilyen egészséges életmód, egészséges receptek szerint? Tehát figyelsz magadra. Kelek 5-kor, mert a kutya kiugat, nem fölugrik rá a hasamra, a pofánnyal, tehát adja a jelzéseket, hogy neki dolga van. Hát akkor én fölkelek, onnit már nem fekszem, eljön matatás, kávé, cigaretta, maraságok. De mit tudom, gazdálkodsz? De olyan, nincs nekem birtokom. Van egy kis kertem. Parasztház tulajdonképpen? Vagy hogy kell elképzeljem? Képzelj el egy olyan 7-8 méter széles, 30 méter hosszú. Régi 250 éves parasztházat, amit így úgy kikupáltunk, rendbe hoztunk az idők folyamán, és úgy döntöttünk, hogy ott fogunk élni. És hát ott van kert, ott lehet fát metszeni, virágokat ültetni. Mindenféle olyan dolgot lehet csinálni. Miből élsz? Radnóti színpad hányszor alkalmaz, vagy színház hányszor alkalmaz egy hónapban? Hát olyan tán 6-szor vagyok a színpadon egy hónapban. És abból meg lehet élni? Vagy a tartalékodat éled föl? Forgatgatok. Uh-huh. Én csinálok filmeket. Igen? Igen. Hát valaha rengeteget csináltál. Hol van a statisztikám? 200-nál is több televíziós, illetve mozifilmet csináltál. Igen. De még mindig van akkor egy-kettő. Hát persze, hát nem szeretek ezekről beszélni. Most fejeztem be kint Csehországban egy filmet. Egy évig forgattam odakint főszereplőként, egyedüli magyarként. Kinek a filmje? Ondrej Troján nevű fickó, aki a Koljában is érdekelt volt, aki, amely film Oscar-díjat kapott. Igen. Úgyhogy, hát dolgozom. Sokat olvasol? Tehát van időt például olvasni? Sokat. Többször visszatérek ugyanarra a témára, és már nagyon azt mondom, hogy nem a finnyásságom okán, hanem már tudom, hogy mire van szükségem. Mire? Hát azt inkább úgy mondanám, hogy a regényre nincs. Jó, hogy regényt nem szeretsz olvasni? Nem szeretek olvasni. Miért? Színdarabot sem szeretek olvasni. A regényen nagyon sok baj van. Már meg van írva többek között. Tehát abban minden könyv meg van írva, de akkor mit olvasol regény helyett? Hát olvasok a Nagy Brémet például. Tehát az állatvilágról szól, ugye, ahogy van. Gyönyörűen olvasok útleírásokat, olvasok filozófiát. Olvasok. Hogy utolérd a gyereket. Igen, olvasok, soha nem fogom tudni. Olvasok történészeket. Úgyhogy ez rendben van. Néző van a vonalban, igen. Budapestről. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagyon sok szeretettel üdvözlöm Önöket.
Szeretném megnyugtatni a művész urat, hogy a Kossuth díjat jogosan a művészetért kapta, és nem a politikai hozzátartozásáért. És két gyors kérdésem lenne. Az egyik, hogy mik a további tervei, a másik pedig, hogy mi a véleménye a most kialakult gazdasági helyzetről, ami miatt a színházak ilyen válságban vannak. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy nekem adja a Kossuth díjat. Ismét. Akkor ezt valóban megérdemeltem, hogyha a nézők úgy gondolják, akkor tényleg. A színház az olyan műfaj, ami 5000 éve válságban van. Tehát én igazából nem féltem. Én inkább attól féltem a színházat, hogy elkurul. Ezen mit értesz? Tehát amit az előbb mondtál, hogy... Hogy igen, hogy tömegtermelésé válik? Hát elmegy egy ilyen gyengébb ellenállás irányában, hogy nem vagyok ellenség a zenés műfajnak, nagyon szeretem. Különösen, hogyha egy színvonal... Szóval nem marad egy színvonal alatt. Általában mindenre vevő vagyok, ami színház, csak azt érzem, hogy botrányosan lefelé megy. Tehát az ember már nem azért nem megy el színházba, mert nincsen benne érdeklődés, hanem nagyon nehéz szembesülni pályatársakkal, köztük saját magammal is, akik jobb sorsra érdemesek, többet tudnak, mint amennyit abban a pillanatban elvárnak tőlük. Konkrétan is tudod mondani, hogy ki az, akit sajnálsz, hogy nívója ellenére leadta? Nagyon sok ilyen van. Nagyon sok ilyen van, ugyanakkor pedig meg nem bántanám őket a világ minden kincsért, mert gyerekeket nevelnek. És azt valamiből meg kell tudni tenni, ha már a színház nem áll. Ha már jut eszembe, hogy milyen, olvasom a Narancsba, hogy a Jancsó Miklós, a Grünwalszki Feri, meg a Gotár Péter kiálltak a könnyű zenészek mellett. És hát annyira csodálkoztam, hogy mi a fene ott a Novák Pettivel, ott, hogy ők is le akarnak nyúlni a kulturális alapból valamit, ami jár nekik. Valószínűleg jár is. De nem hallottam arról beszélni, se a Grünwalszkit, se a Gotthárdot, se a Jancsót, hogy már limitáljuk már valahol a színészeknek a filmgázsiát, legalább az alját, hogy ne lopjanak ki már mindent olyan szerencsétleneknek a zsebéből. Hát, hogy inkább saját szakmájukért kellene, hogy szót emeljenek? Igen, és hogyha már ott olyan nagyon erős bástyákat is megszerezték a kellő tapasztalatot, hogy mondjam ilyen népihletéssel, akkor lehet segíteni egyébként a nagyszerű popzenén is. Én nem értem, hogy miért nem gründül a rádió, tele vannak jobbnál jobb zenészekkel kapcsolatokkal, annyi reklámik lenne, mint a kutyafüle, és szólhatna az a zene, amit ők szeretnek. Biztos ők is el tudnák mondani maguk a spektrusát. Hát persze. Taksonyi néző van a vonalban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! A Művész úrtól szeretném megkérdezni, jó néhány évvel ezelőtt egy talán éppen a televízióban azt nyilatkozta, hogy a nagy vágya az Új Nemzeti Színházban színpadon egy kockás abrosszal megterített asztalnál egy pörköltet megenni és egy fröccsöt meginni. És most? Hogy most mi a vágya? Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Annyira köszönöm, olyan hálás vagyok érte. Mai napig vágyam, de nekem a Bánferi féle színházban a vágyam ez. Hogy volt ez a vágy, hogy fölmenjél a színpadra, és megegyél egy pörköltet, és megigyál egy fröccsöt? Én így képzelem el a végét az én színészi pályafutásomnak, hogy lesz majd szép, kimegy a fény, lesz három gong, alatta kimegy a fény, fölmegy a függöny, én ott vagyok egy kobva, kockás terítő, és akkor egy pörköltöt szépen megeszek, megiszom a fröccsöt, és azt mondom, pincér, írja a többihez, és hazamegyetek soha. Ennek van nézője soha... is? Tehát hát nézők megülnek, hát és nézik a... Csinálj, és soha többé nem jövök ebbe a színpadra. Na, de szép vég. Igen. De most mondjuk ehhez tényleg kár építeni egy nemzeti színházat. De ez a színház, ami most van, ez nekem nem tetszik. Külseje olyan, amilyen, a belseje pedig olyan, mint hogyha Olá Gusztáv tervezte volna a 50-es években a Bánkbánnak a díszletét. Szóval én nem tartom egy lehetséges helynek. Azzal együtt azt mondom, hogy a fene megette, ha már van, akkor tejék meg tartalommal és próbálnak oda való alkalmas emberek. Jó, nem savanyú a szőlő? Még nem érett meg. Rendben van, de volt tavaly is, amikor nem, például nemzetibe szerződtettek. Volt erről szó, és meg kell mondom, hogy a Jordán Tamás nagyon jellemesen hátrált ki ezzel a problémája előtt. Hogy téged szerződtessen. Igen, és megígért, hogy majd jövőre valami komolyan. Hát akkor mégis egy kicsit ez rosszul esett, amennyiben itt a sorok között én tudok olvasni. Te tudsz a sorok között olvasni. Az esik rosszul, hogy jobb azt úgy elintézni, hogy igazat mondva. Amikor sumák van benne, azt már én nem szeretem. Akkor valóban savanyú, de akkor az őszülés savanyú, nem az enyém. Uh-huh.
egyéb iránt ott tartottunk, hogy pörkölt és fröccs. Aha. Ez a kedvenc menü? Tehát akkor eszel, amikor éhes vagy és pörköltet, és akkor iszol, amikor szomjas vagy és fröccsöt, meg viszkit, nem? Azt is, igen. Sokat? Hát kevéssel nem foglalkozom. Kevéssel nem foglalkozom. De például engem a közérbe se büntetnek meg, mint a Selmeci Gabriella. Én nyugodtan levehetem a kiflit a polcról, megehetek kettőt, soha senki nem szól rám, nem akarnak letartóztatni. Mert a fideszes képviselőasszonynal ez történt? Le akarták tartóztatni, mert levett egy kiflit? Igen. Tényleg? Igen, nem is hallottam. Nagy marák az emberek. Hogy sikerült az idei baracklekvárod? Hallom, hogy befőzöl. Zseniális volt. Igen? Egyszerűen zseniális volt. Nagyon. Hogy kell? Baracklekvárt főzni? Hát csak tanítsd meg, hát ha nekem hát is megveszed a mondjuk jó, azt baracki, mondom, hogy egy egységet. Tudom milyen, sárga barack? Ez sárga jó, barack. Jó, azt tudom, hogy meg. Megveszed a sárga barackot, én csak kimagozom, nem forrázom le, nem hajazom le, szépen megmosom, szépen lecsurgatom, leszárítom, hozzáöntök, azt mondja, 10 kilóhoz álltam 4 kiló cukrot, kristálycukrot. Senkinek eszébe ne jusson ezt a befőző cukrot használni, mert ez tele van citromsavval, borzalmas rossz lesz tőle a lekvár, és elmegy tőle az íze, tehát oxidálja magát az anyagot, és ezt a masszát egy éjszakát ott hagyod, és akkor reggelre már egy kicsit úgy rottyog, morog, és akkor fölteszed, és addig kavarod, míg le nem fő róla a víz. Szalicil teszel bele? A legvégére mindenféleképpen kell egy, kis. Ez mi a szalicil? Azt se tudom, csak megjegyeztem ezt a nevet. Szalicil, az tartósítószer? Az egy tartósítószer. Tulajdonképpen én nem akarok hülyeséget mondani, de valahol olyasmi, mint az élelmiszer tartósítóknál, ez a kálinka. Hány üveggel van most friss barack? Nem tudom, 17-tel van most csak. Egy üveget juttass el valahogy, vagy hívjál meg. Hát abszolút ne viccelj meg, bármikor. Kettő csöny. Sándor. Kettő. Köszönöm szépen. Kedves nézők, önök az elmúlt 30 percben a Szólásszabadsága augusztus 31-i műsorában egy szabad ember Cserhalmi György színművészt látták.